Szivattyúzniuk kellett a tűzoltóknak a lépcsőházi közös tárolóba betörő vizet a szekszárdi Tarcsai Vilmos lakótelepen. Nem csak itt volt dolguk hétfőn, a Tolnai megye székhelyre késő délelőttől órákon át szakadt az eső. Csak az autók rendszámtáblájának a teteje látszott ki a vízből a mentőállomás mögött az Ady Endre utcában. Papucsban, térd alá érő vízben gázolva indult boltba ez a fiatal fiú. Azt mondja, megijesztette a rengeteg hirtelen lezúduló csapadék. Ide a zöldségeshez, de nagyon rossz így menni. Tengelyig merültek az autók az elkerülő út egy részén. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot nem tudták kellő gyorsasággal elvezetni a csatornák. Volt, ahol a feltörő víz még a nehéz fém csatorna fedelet is felnyomta. Inkább visszafordult a sofőr, amikor meglátta a vízzel megtelt utat a Gróf Pál utcában. Nem ő volt az egyetlen, aki így döntött. Megdöbbentem szabályszerűen, és úgy döntöttem, hogy nem megyek keresztül ezen a nagy vízen. Úgyhogy köszönöm, hogy figyelmeztettek. Innen néhány méterre olyan sok víz állt a járdán, hogy a házakból sem tudtak kijönni a lakók. Mezit láb cipő nélkül lavírozott egy vékony patkán ez a nő, hogy kikerülje a hatalmas pocsolyákat. Volt, aki biciklivel indult el otthonról, és azt mondta, szinte lehetetlen volt két kerekűvel Szekszárd mélyen fekvő részén tekerni. Nagy árvíz van, tehát negyedig ér a biciklikerék körülbelül, így kifele jössz egész végig a Sport utcán, és ennyi. Így a Sport utca végén kezd egy kicsit apadni. Az eső délutánra állt el Szekszárdon. A felgyülemlett víz, amilyen gyorsan jött, úgy el is szivárgott. Délután 4 órára a legtöbb helyen már csak kisebb pocsolyák emlékeztettek a korábbi özönvízként lezúduló csapadékra.